kulturális műsorok, kulináris élvezetek és gyerekprogramok is helyet kapnak a december 16-án, 17-én és 18-án megrendezésre kerülő Advent téren Kiskörösváros központjában. Óvodások, kisiskolások, felnőttek és szépkorúak egyaránt készülnek ezen a három napon karácsonyra hangulódó műsorkavalkáddal, amely táncos műsorokat tartalmaz, irodalmi műsorokat, illetve énekeket. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, ugyanis mind a három nap ez 5 órakor kezdődik, és amint ez a programkavalkád véget ért, akkor háttérzenét fogunk itt szolgáltatni a Petőfi téren, amely zenekarok közreműködésével valósul meg, illetve mi általunk. Az adventi teret december 16-án pénteken 17 órakor Domonyi László Kiskörösváros polgármestere nyitja majd meg a Petőfi téren. Sok szeretettel várunk mindenkit az adventi térre. December 16-án 17 órakor nyílik, és aznap este, szombaton este és vasárnap este az civil szervezeteink, az egyesületeink várják a vendégeket, várják, hogy megkínálhassanak minket finom karácsonyi étkekkel és italokkal, és tiszteljük meg őket, tiszteljük meg az adventi várakozást. A megnyitót követően 17 óra 15 perckor a Városi Nyugdíjas Klub karácsonyi műsorán, majd 18 órakor a Szólam Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek és tanárainak Karácsonyi Hangoló című műsoros estjén vehetnek részt. A december 17-i programfolyamot délután 5 órakor a Kiskörösi Óvodák Kőrisfa utcai tagovodájának Maci csoportosainak műsora nyitja majd meg, akik Hóangyalok című műsorral készülnek. Ezt követően a Kiskörösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda általános iskola, gimnázium és technikum gyermekeinek és diákjainak előadását tekinthetik meg a Petőfi téren. 17 óra 50 perckor a Szólam Alapfokú Művészeti Iskola fúvósainak bemutatójára, majd 18 órakor a Soundwit zenekar karácsonyi hangulatot idéző koncertjére várják az érdeklődőket. December 18-án vasárnap 10 órától idén is karácsonyi kincsvadászat lesz a Petőfi téren a Sörös testvérekkel. 16 óra 30 perckor Domonyi László polgármester és Arató Lóránd evangélikus lelkész gyújtják meg Kiskörösváros adventi koszorúján a 4. gyertyát. 17 órától a Petőfi téren a Kiskörösi Óvodák Batthyány utcai tagovodájának halacska csoportosai mutatják be Fényes kis csillagok című előadásukat, és ugyanebben az időben veszi kezdetét a fotózkodás a karácsonyi fotósarokban a művelődési központban, ahol a 3 nap alatt több esemény is várja majd az érdeklődőket. Várjuk a gyermekeket is egyébként, mert a művelődési központ földszint 5-ös termében kézműves foglalkozással készülnek a könyvtárnak a dolgozói péntek délután. Szombaton délután mi a művelődési központ kollégáival együtt mézes kalácsot fogunk készíteni majd, és vasárnap lesz egy jégvarázs című interaktív gyermekműsor is itt a Petőfi téren, ugyanis ellátogat hozzánk majd Anna, Elza és Olaf. Az adventi tér programsorozat záró eseményére 18 órakor kerül sor vasárnap a Kiskörösi Evangélikus templomban, ahol a Kiskörösi Evangélikus, valamint a baptista fúvós zenekar közösen ad műsort. A 3 nap során a Petőfi téren 11 faházban várják majd a kilátogatókat. Hétfőn is biztosítunk lehetőséget arra, hogy aki még szeretne egy kis forradbort, meleg teát kóstolni, hétfői napon is lesz még erre lehetősége. Ebben a 11 faházban, ahogy mondtam, forralbort, meleg teát, házi finomságokat, kézzel készített édességeket fognak majd úgymond megvásárolhatni, természetesen támogatásért cserébe, tehát semminek nem lesz úgymond fix kötött ára, hanem támogatói egy ellenében lehet ezeket megvásárolni. A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy a környezetvédelem jegyében saját bögréjükkel látogassanak ki az eseményre, és abból fogyasszanak.